Köszöntjük Lánga Józsefet az Egyesület a Magyar Szinkronért videósorozatában, és a mai napon a szinkronizálás történetéről, illetve Lánga József szinkron karrieréről fogunk elsősorban beszélni. Az első kérdésem úgy hangzik, hogy hogyan, és mikor került kapcsolatba a szinkronizálással? Pontosan milyennek a története? Még gimnazista koromban érettségig készültünk, és akkor kijött egy hölgy, és keresett hangokat, ezek akkor az ottani szovjet filmekhez. Ott kiválasztottak bennünket, és hát én bekerültem a Bátor emberek című filmbe 1952-ben. Még főiskoláskor előtt igazándiból a 53-ban előtt... vettek fel a főiskolára. Tehát tehát 53-ban érettségiztem? Én... Uh -huh. 52-ben kerültem először szinkronba. Ez, a, ez kint volt a filmgyár területén egy. Különálló épület, ott volt egy stúdió. És a szakács Miklóssal és a Bárdi Gyurival voltam közös tekercsekbe, és én egy német katonát kellett játszanom, aki egy lovat vezet az Istáló felé. És fütyül, fütyül az, hogy ez az Éri Kacsémű, német na, és utána belép az istálóba, és fejbe vágják egy szenes lapáttal. Ennyi volt a szerep. Na de nem tudtam fütyülni az Atya Úristenek se, pedig mindenféleképpen tudok fütyülni. Nem tudtam fütyülni. Valahogy idegességemben kiszáradt a szám, stb. Már mindent hoztak. Hoztak nekem cukrot, hoztak vizet, mindent az égvilágot, citromot, mindent. Aztán végül aztán nagy nezen fölvettük. Úgyhogy ez volt az első szinkronizálásom. Aztán utána, mikor bekerültem a főiskolára, engem hívtak oda, de titokba kellett menni, mert nem engedélyezték a főiskolásoknak a szinkront. Csak egy bizonyos év után, tehát aztán második év után lehetett színházba is játszani. Én színházba is első évben már bekerültem, mert nagyon sokan végeztek, és azok helyett bekerültünk a színházba is. Úgyhogy én a nemzetibe majdnem minden darabba bekerültem. Tehát nagyon hamar elkezdtem én a színházi pályámat tulajdonképpen. 54-től folyamatosan szerződésben vagyok, tehát mindig színpadon voltam. A szinkron az nekem mellékes volt, tehát az egy hakni volt tulajdonképpen. És a szinkronizálást tanították akkoriban a főiskolám? De, hogy tanították, soha nem tanították. Nem, szó se volt róla ilyen, ilyes, ilyesmiről abszolút nem volt szó. Tehát ez csak a stúdióban lehetett megtanulni? Csak a stúdióban lehetett, saját magad megtanultad, de ezt meg lehetett tanulni. Egy kicsit jó ritmus érzéke volt valakinek, meg valami picit esze is volt, hogy egy mondatot egyszerre meg tudott jegyezni, akkor hamar belejött az ember. De volt olyan színész, Mádi Szabó Gabi, aki 8-10 mondatot meg tudott jegyezni egyből. És úgy mondta rá, mintha életében azt tanulta volna. Tehát neki csak a képernyőt kellett néznie, vagy bont, a választ. Tudod, én, én is nagyon jól szinkronizáltam, tehát velem is könnyű volt dolgozni, de én azért technikáztam, mert én, én tudtam, hogy megfigyeltem, meg mindenki ezt csinálta tulajdonképpen. Megfigyeltem, hogy mikor lehet lenézni, és akkor lenéztem, és csak azokat a részeket jegyeztem meg, amik akkor azonnal meg tudom nézni. Úgyhogy ez technika volt. De hát a Gabi, az félelmetes dolgai voltak neki, az megdöbbentően. És mit mondanak, ki az, akitől talán a legtöbbet tanulta a mesterségről? Volt egy olyan szinkronrendező esetleg, aki sokat hívta kezdetben, vagy voltak -e olyan pályatársak, akiktől sokat tanult a szinkronizálásról? Hát, én megmondom őszintén, én szinkronrendezőtől nem sokat tanultam, nagyon jobban voltam velük, és nagyon sokat dolgoztam velük, és jó barátságban voltunk. De nekem Elméletem volt első pillanattól kezdve, miután én nekem már gyakorlatom megvolt, mert titokban kiálltuk szinkronizálni. Úgyhogy amikor én már hivatalosan szinkronizáltam, akkor én már gyakorlott szinkronos voltam. És akkor nekem már meg megvolt a véleményem arról, hogy a szinkron rendezőnek szerepet kell tudni osztani, és arra kell neki figyelni, hogy ne legyek előbb és ne legyek hosszabb ha ezt a kettőt megcsinálta, akkor már mint szikronrendezőnek rendezőnek több munkája nem volt. Tehát ha elöltetni akarta és rám akart erőltetni egy más figurát, mint amit én láttam, akkor én tiltakoztam. Tehát velem nem lehetett. Hát én, én nagyon hamar rájöttem arra, hogy azt kell visszaadni lehetőleg, amit az ember lát. Tehát nem lehet többet és nem lehet kevesebbet. Jobbat lehet csinálni. Tehát volt az, hogy volt olyan szovjet film, amiből a szinkronnal akkora sikert csináltunk, mert az összes nagyágyú benne volt, a besenyeitől kezdve, a, a Petes Sanyi bácsink, ez a Vízkereszt volt például. Ez a Shakespeare siker... darab? A Shakespeare igen, készült szovjet film. Szovjet film volt, Shakespeare Vízkeresztje. Csodálatos előadás volt, vagy film volt nagyszerű színészekkel, és a szinkron annyira jó volt, de különben nem szerették a... Őszintén most már beszéltünk róla, nem szerették a szovjet filmeket, tehát inkább az amerikai filmeket nézték addig, amíg lehetett. Tehát az 50-es években, években is. Leállították, aztán hamar megengedték. De ebből akkora siker lett, mint e, magyarul beszélő színes szovjet film, hogy fantasztikus. Mi volt az első nagyobb szinkron szerepe? Az egy angol új film volt, a szombat este vasárnap délelőtt az volt a címe, és az Albert Fini játszotta a főszerepet. Ő különben ugyanannyi idős, mint én vagyok, tehát ő is most 83 éves lesz. És, azóta szinkronizálta? Hogyne, többször is, többször is szinkronizáltam, de már később, öregkorában. Azt hiszem 70 éves volt, mikor először illetve mikor másodszor szinkronizáltam. Akkor a közepe a karriernek. Azt utána kimaradt. már többször, utána többször, mert akkor megtudták, hogy annak idején én, én csináltam először ezt a bizonyos ö, új hullámú filmet, és akkor hívtak rá. Nagyon jó színész különben. Még Vinetut is játszott. Azt nem én csináltam. <gül> 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 és ki volt az a rendező, aki először hívta a nagyobb szerepere? Például erre. Erre a Csákány Márta volt. Csákány Márta. Csákány Márta aki egy híres szinkron színész, illetve rendező volt. Igen, igen, ismerjük. Évtizedekig dolgoztam nála. Sőt, hát nagyon jó barátságban voltunk, és nyaranta is találkoztunk, tehát csopakon szoktunk nyaralni, a színháznak ott volt béleménye, és ők pedig arácson voltak, úgyhogy átjártunk, és nagy, nagy bulik voltak. <laughs> nagyon jó barátságban voltunk. Jó barátságban voltunk. És az igaz-e, hogy a, a klasszikus Roger Moore-Lang-József páros megalkotásában az egyik legfontosabb szereplő az Gerhard Pál? Igen, ő volt az első. És ez az angyal sorozathoz köthető, vagy pedig korábban történt Nem, meg? ez az angyal sorozathoz tölt. Hát 62-ben kezdtük el csinálni az angyalt. 62-től 75-ig, és 75-78-ig volt a minden lébe két kanál. De azóta mindegyiket kétszer megcsináltuk, tehát az angyalt is kétszer az egész sorozatot, illetve kevesebbet másodszorra, és a minden lébe két kanálat is kétszer csináltuk. És nem beszélve a James, James, Bond filmekről, hát ott meg egészen zavaros dolgok voltak, mert ott az oktopuszit azt ötször szinkronizáltam mert mindig egy stúdió megvette, és neki olcsóba került, hogyha újból szinkronizálja, mint hogyha megvette volna a másik stúdiótól. És az Angyal esetén a Gerhard pár választás az, az egyértelmű választás volt? Tehát egy, egyből az, az, önre gondolt? Az, az egészen félelmetes volt, és fantasztikus, mert én, én ott dolgoztam a, a stúdióba, akkor még a, a Szabadság tévébe volt, tehát a régi épületbe volt a felvétel. És én ott dolgoztam, és végeztem az egyik stúdióba, aztán akartam eljönni haza, de közben bementem WC-re. És bejött a Gerhard Pali, szervusz, szervusz, ott álltunk a piszoár előtt, és mondta, hogy te, te nem jössz hozzám, mondom, miért, mit akarsz velem? Azt mondja, hát meghallgatás van egy, egy sorozatfilmre, mondom, nem kaptam diszpót, de most kaptál, úgyhogy Szervusz gyere be utána. Úgyhogy így történt bementem és beálltam a hátam mögé a, a hangmérnöki stúdióba és néztem hogy kik mennek ott bent. Akkor szépen, épp, épp a budai pista volt szegényként. Jó barátok voltunk különben. És, és néztem 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 mondom te mondom ez érdekes figura ez olyan jóképű pali, verekszik, de a haja ugyanúgy marad. Ebből kéne csinálni egy kicsit olyan, kicsit legejteni a hangot. Mit csinálni? Hát mondom, hogy egy picit úgy öblögetősre veszem a figurát. Na, próbáld meg! Bementem, és a, ugye minden film előtt van egy ilyen, tulajdonképpen elmeséli, hogy miről van szó. Tehát most ez is ez fog történni. És egy ilyen volt éppen. Tehát amikor belép a figura, megjelenik a feje fölött a karika, fölnéz rá, és akkor mondja, hogy Simon templár vagyok. És akkor elkezdi mondani a szöveget. És csak annyit mondtam, hogy Simon templár vagyok. elég nekem több nem tiéd a szerep. Az nem akármi. Azért végigvettük a tekercset, úgyhogy meg volt azért a tekercs is. Volt egy gyártásvezető csaj, és csináltunk egy reklámfilmet. Oda jött hozzám, azt mondja, hogy művész úr, rám nekem telefonhangba, telefonhangnak a telefonomra azt, hogy Bond, a nevem Bond, James Bond. Mondom, adja ide, persze. Mondtam, a nevem Bond, James Bond. Kérem, vegye fel a telefon, nagyon fontos. Köszönöm szépen. Jövök haza, mesélem a feleségemnek, mondom, képzeld el az egyik gyártásvezető, azt mondja, hogy mondjam rá telefonhangnak, a nevem Bond, James Bond. Szóval nekem is mond rá, de nekem ne azt mondta, hogy bont, hanem azt mondta, hogy Simon templár vagyok. Kérem, vegye fel a telefont, nagyon fontos. ment a osamba, és ki volt a telefonja valova el volt dugva az szatyrába, és egyszer csak megszólalt hangosan. A Simon Templár vagyok, kérem, vegye fel a telefon. Azt sem tudta, hogy hol keres a telefonját. De a, a, sokáig az én hangom, ha, ha én hívtam őt, akkor ez szólalt meg, hogy Simon Templár vagyok, kérem, vegye fel a telefont. Nagyon fontos. Tehát ez 62-ben történt? 62-ben, és állati sokat csináltunk, szóval nagyon sok film volt. Az ismétlésnél már nem volt olyan sok, de nagyon sok filmet csináltunk. Hát hetente volt egy, tulajdonképpen ez akkor az ez volt a. A sláger. Tehát akkor rohantak az emberek haza és nézték az a angyalfilmet, mert nem volt más tulajdonképpen. És az igaz, hogy ennek a második szinkronját, az angyal második szinkronját, az körülbelül 70 éves korában készítette? Tehát nem. A, 2000 a harmadikat csináltam, 70 éves. Korában. Tehát volt harmadik is. hát mikor harmadszor csináltam. Harmadszor. Ugyanazt. Uh -huh. Na de itt is történt egy érdekes dolog. Három nap volt két filmre. Az azt jelentette, hogy ha valami csúszás volt, vagy nem volt sikerült, akkor a harmadik napon vettük föl a maradékot. De nagyon jól ment a munka, és akkor fölvettük egy filmet, és másnap reggel kezdtük volna a másikat. És megyek be, és mondják, hogy gyere be, a... hátra a stúdióba. Mondom, mi van? És betettek egy kazettát. Mondom, és a tegnapi filmet, amit csináltunk, azt vetítették. Mondom, mi van, valami baj van, rosszat csináltam? Nem, nézzed egy kicsit. Nézzem, ez De mondjátok már meg, hogy mi a duró. Hát miért kellett nekem ide bejön? Nem veszel észre semmit? Mondom, nem. Hát ezt 40 évvel ezelőtt csináltad. Hát nagyon keveset hát, abban a hangja. Abban rájöhettem volna, hogy akkor nagyon jó dramaturg írta a szöveget. Tehát a szöveg az jobb volt, mint a, a akkori felvételnek a szövege. Abból rá lehetett volna jönni. De hát az ember nem én figyel ilyesmire. Arra emlékszik esetleg, hogy kiírta az eredeti angyal szövegeket? Tehát ki volt a, a dramaturg annak idején, igen, a legelső legelső igen, alkalommal? Azt úgy hívták, hogy Lang Robert. Lang Robert. Lang Robert. De nem rokon. Nem rokon. Uh -huh. És a későbbiekben akkor mindig újabb szövegekkel dolgoztak? Mindig újabb szövegekkel, aztán utána a, a Marit csinálta a Panóniába, a Mindelébe két kanalat például, olyan zseniálisan, hogy egyszer volt egy vendégen, aki Amerikából, és vacsoráztunk ott, és ment a tévé, és pont egy ilyen mindenlébe két kanál ment, és úgy akarva, akaratlanul mindig úgy oda nézett a képernyőre, és ez, 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 a szar film nálatok is megy, hát ez olyan gyenge, hogy ez nem igaz. De hát akarva, akaratlanul megint oda nézett. Meg, meg, te, ez egész jó ez a film. Ez jó film, ez mitől nálunk, mitől olyan Mondom, a dramaturktól jó a film, mert egész más szöveget írt, mint amit ők mondanak. És tényleg így volt. Igen, az igaz, hogy az angol nyelvű területeken úgy tudom, hogy a minden lében két kanál, az meg is bukott. Igen, Tehát Amerikában igen, és Angliában sem igen, volt igen, akkor igen, a siker, igen, mint a kontinensen és főként itt van. Tehát a magyar szöveget. Egy óriási sikere volt. A magyar szöveget nem Révész Mária írta a minden lébe két kanál esetében, legalábbis a, ő ja magyar, de a harmadik volt. Ja, értem. Nem, a harmadik volt. Tehát, hogy legelső alkalommal nem ő írta a szöveget, hanem Grósz Mária. Igen. Rendben. És ezt is aztán később újra meg kellett csinálni. Igen. Ezt is háromszor vagy csak kétszer? Ezt a, a minden lében két kanált. Azt is háromszor. Azt is háromszor Azt is kell háromszor. És a legutolsó alkalommal valóban fölmerült másnak a neve is? Tehát a 90-es, 2000-es évek fordulója? sokkal olyan? előbb kész merült föl. Akkor még az angyalfilmet csináltuk, de, de akkor már a panóriába csináltuk. És az történt, hogy tulajdonképpen... Hát, én... Olyan jól csináltuk a, a szinkront, tehát annyira jól ment, hogy egyre hosszabb tekercseket írtak. Tehát egyre hosszabb volt a tekercs, Most, mivel tekercsre fizettek, egyre kevesebb pénzt kaptam. És egy idő után azt mondtam, gyerekek, hát ez nem létezik, hát mindent lemondott, tehát elsőbsége volt az angyal filmnek. bármit, nem, nem vállalhattam se rádiót, sem filmet, semmit, csak a színház volt fölötte. Tehát mindent lemondott. Hát mondom, alig kapok 2000 forintot egy teljes angyal hát már vigyázunk vigyázzunk már, ezt nem lehet csinálni. Azt mondja, a Zorkocinak hívták a gyártásvezetőt. Na, na azt mondja, majd én fogok szólni. Gellért Endrének hívták, nem a színházi rendezőről van szó, hanem a tévében a fődramaturóról. Gellért Endrének hívták, és ő elment, és mondta, hogy a láng, mondta, hogy valamit csináljatok, mert már alig kap valami pénzt, hogy emeljétek ki, emeljetek fője bagázsiját. És erre bepipult, és azt mondta, hogy sorozat közben nincs emelés. Erre én magam, és azt mondtam, igen, hát akkor csinálja, aki akarja. Ezt azt én befejeztem, ott már a vége volt tulajdonképpen. Befejeztem, és mondtam, kész, közben, többet nem vállalok. Tehát ez angyal, ez az angyal igen. közben. Uh -huh. Na, akkor megint elmentek az izéhoz, és azt mondták, hogy akkor jött az Ájván Hó. És mondom, na most emeljetek föl, emeljetek ki a gázsit. Erre, akkor még pipásabb lett a gellért, és azt mondta, hogy ne, 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 nem hagyom magam revolverezni, hagyjatok a lángot, hagyjatok engem békén. És akkor mondtam azt, hogy akkor csinálja, aki akarja. Engem azonnal letiltottak mindenről, de mindenről csak mokéfilmet filmet csinálhattam, meg színházat. És hát tényleg elkezdték az IOAN-hót szinkronizálni, hármat megcsináltak. A, a Sinkó Laci volt a Roger Mornak a magyar hangja. Nagyon jól csinálta, semmi probléma nem volt vele. Csak a közönség nem fogadta el, és állati botrány volt belőle. Annyi levelet kaptak, hát akkor még főleg a levelezés volt a fő téma. Annyi levelet kaptak, hogy, hogy már elegük volt. És akkor behívattak engem, akkor még együtt volt a tévé és a rádió. Behívattak a rádiónak a titkárságára, és akkor jött ki az öreg úr, az akkori elnök, és azt mondta, hogy hát bocsánatot kérek, ez nem ment. Na, szóval most majd fölemeljük a gázsidat, mondta. És akkor én újból megcsináltam azt a három Ivanhoe filmet. Eltelt nem tudom hány év, közben csináltuk a Minden lébe két kanalat. És vége volt annak a sorozatnak is. És egyszer megyek be a stúdióba, és beköszönök, hogy szevasztok, és sunyítanak. Mondom, ezeknek mi bajuk van? Azt mondja, nem tudod, hát szinkronizálják a Minden lébe két kanalat, kanalat, és nem ti csináljátok azt tankaival. Ha mondom, és akkor mi van? Hát majd botrány lesz belőle. És mentem tovább. És tényleg az volt. Iszonyatos botrány, itt még még nagyobb botrány volt belőle. És akkor a. a, a Jézus, hogy hívták a, 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 a az aki az asszony kórussal énekelt? Janicsák. Janicsák. A Janicsák Jani Jani bejött, letett egy óriási nagy orhideát feleségemnek, ajándéknak, nekem egy csodálatos tollatot van valahol a szekrénybe, és azt mondta, hogy bocsáss meg, ez nem sikerült csináljátok meg még egyszer, a stankai már beleegyezett. És akkor azt is megcsináltuk, az is kétszer ment le, mert egyet mindegyikből lejátszottak. Abból is az a rész kétszer ment le. Aztán többet nem kísérleteztek, attól kezdve mindig én vagyok a Roger Moore hangja. egy rit ritkán jól sikerült párosítás, ez biztos. És a személyes ismerettség az hogyan hát adódott, mert hogy találkoztam többször is találkozott Sok, a Roger ugye? Többször találkoztunk, az az első, azon a képen, az az első találkozás, az egy szervezett találkozás volt, mégpedig úgy, hogy a magyar TV hívta meg, és akkor összehoztak bennünket a duraparton ott a sétány, ahol van, abba a szállodába, nem tudom, hogy interkontinentál volt akkor, nem hiszem. tudom hogy hívták. Annak a haljába volt ez a találkozás, és ez a kép, meg ott mondták, hogy utána menjünk ki, aztán csinálnak fényképeket ott a korzón. Ez meg ott történt. És ez mikoriban volt? Vagy mikor? Ez 70-valahányban volt. 72-73-ban volt ez a. Uh -huh. És utána még többször találkozott vele ezek után ö, Igen, többször találkoztam vele. De egyszer az, az érdekes volt, mert a stankaival éppen a mindenlébe két kanakat csináltuk, és a ö, ő a Fabergé cégnek, az egy ilyen szépítő szereket gyártó cég volt, annak igazgatósági tagja volt, a Roger Moore. És itt rendeltek a panóniába a rajzfilmesektől egy Hugo a rózsaszín viziló című nagy, hosszú, lenés, színes, csodálatos rajzfilmet. És ennek az átvételére meg volt hívva a Roger Moore, és hát ott megnézték a filmet, és akkor a, a mi gyártásvezetőnk oda hozzá, és mondta, hogy nem akar bejönni, most épp szinkronizálják a, a más volt a címe, valami, Persuaders, vagy mi volt a címe. Az az angol címe, igen, Persuaders. Ugye, hogy az volt? Igen. És akkor mondta, hogy de igen, és mondta, hogy ki, ki, ki kik vannak itt, és mondja, hogy a, láng, azt, hogy a lángot ismerem. És akkor bent álltunk a stankaival, és bementek hátra a hangmérnökébe. És én úgy véletlenül hát, ja, és siettünk, mert próbára kellett menni tízre a színházba. És úgy hátra nézek, és látom, hogy ott a Roger Moore. Mondom a Pistának csak, hogy mellékesen, mondom, Pista, ott hátul van a Roger Moore. Mondta magyarul, hogy menjek a izébe, hogy hova. Mindent fordítottak neki. Ne szórakozz, el fogunk késni a színházból. Gyere, állj ide a mikrofon elé. Mondom, néz már hátra, hagyjál békét, nézd hátra legalább. De közben már jöttek be, és rögt, rögtek, hát persze. Pista rám néz, azt mondja, miért nem szóltál? <laughs> Sztankaival egyébként jó munka kapcsolatuk volt? Hát persze, hát a színházban is csodálatos darabokban játszottunk, rengeteget játszottunk egy, együtt. Nagyon jó haverok voltunk. Igen, el. a szinkronból azért érződik, hogy elég jó a kémia, vagy legalábbis nagyon csodálatos, jó. csodálatos. Jókat rö... Rögt, sokat rögtünk. Hát. Ezeknek mindig, mindig az a csodálatos oldala, hogy, hogy összejövünk, és röhögünk, és hülyéskedünk, és játszva csináljuk a dolgot.